Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. A mai lelátóban labdarúgási a főszerep, és köszöntöm a stúdióban Papp Kristófot, a Paksi FC középpályását. Mondhatjuk, hogy most már rutinos középpályását, ráadásul azt is, hogy 10. évedet kezdted meg itt a szezonban Pakson, úgyhogy már rutinos paksi játékosnak is számítasz. Igen, igen. Hát úgy néz ki, hogy járt felettem kicsit az idő, igen. Most már tényleg rutinos vagyok. Ez a 10. évem, remekül érezzük magunkat itt most már családosan, úgyhogy minden szuper. Persze nem arra gondoltam, hogy te idős játékos vagy, csak az, hogy rutinos játékos vagy. Egy kicsit beszéljünk az előző fordulóról, hiszen ez a Debrecen elleni mérkőzés azt hiszem, hogy óriási örömet okozott Pakson, óriási bánatot Debrecenben, de hát mi most nem azzal foglalkozunk, hiszen ezt az 5-0-ás eredményt előzetesen azért ti se gondoltátok volna. Nem, abszolút nem. Tényleg azért nekünk minden összejött a meccsen, úgy érzem, hogy remekül álltunk bele, jól sikerült elkezdeni is a meccset, az első 10 percben már tényleg ott voltak lehetőségeink, gólunk is. Az ő szurkolótáborok is ezt érezte, úgyhogy ő már talán kicsit inkább nekünk szurkoltak a csapat ellen, úgyhogy ez is úgy jó volt, úgyhogy minden klappolt ezen a mérkőzésen, de hát ezért is sajnos csak 3 pontot adnak, úgyhogy most már a következőre próbálunk koncentrálni. Jó, de hát hogyha nézzük a jó oldalát, ugye pont azért féltették a csapatot előzetesen, hiszen az előző 8 bajnokin, hogyha visszamegyünk az időbe, akkor 17-ben tudtuk megverni őket, utána 6 vereség, 2 döntetlen következett. Azon a győztes meccsen még te is pályán voltál. Igen, igen, pont ahogy mondtad, ez már ugye a 10. évem, de ha jól emlékszem, sőt biztos vagy benne, hogy az egy győztes mérkőzésünk volt a stadionban, úgyhogy tényleg ez nagy fegyvertény, akármilyen állapotban is van most a Debrecen. Szerintem ez egy nagy dolog, hogy ott tudtunk nyerni, ráadásul ilyen simán. És hát ez 5 gól azért ez magáért beszél, senki nem gondolta, hogy most idézőjebb a gólarányt is javít a csapat. Nem, igen, még egyszer mondom, mi se így utaztunk oda, úgy készültünk, egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, és igazából az is volt, úgy mondom, hogy nekünk ugyanúgy kellett pörögni, attól függetlenül, hogy a Debrecen rossz napot fogott ki, és ezért tudtunk így akár gólarányt is javítani, igen. Ugye mondhatod, hogy a mérkőzés elején már nagyon kezdett elbillenni a pálya. Ti ilyenkor ezt bent a pályán még jobban megérzitek, ugye, hogy meg lehet fogni ezt a csapatot? Persze, igen, úgy gondolom, hogy a góljánk is nagyon jó ütembe jöttek, mondom, ott az első rögtön, akkor tényleg a szurkolótáboruk is kicsit rajtuk is látszott, hogy azért ugye sikertelen mérkőzésekbe jöttek, tehát kis önbizalom hiányal, aztán a Barni rárugott egy nagyon szép második gólt, akkor az még lejjebb vitte őket, és akkor a másik gól után azt már tényleg éreztük szerintem mi is, hogy egy kicsit ők szétestek. Nekünk meg tényleg egy jó napunk van, és ezt meg kell lovagolni, úgyhogy próbáltunk tovább támadni. A Gyuri mindig ezt is kéri, hogy attól függetlenül, hogy megvan a vezetés, ne álljunk vissza, úgyhogy ez most jól sült el szerencsére. Igen, épp akartam kérdezni, ugye 3 góllal mentetek szünetre, mert még a Meze is bevert egyet, ha lehet így fogalmazni. Igen. Ilyenkor bemenni az öltözőbe, gondolom egy felszabadult, jó hangulat uralkodik, de a Gyurit ismerve nem az van, hogy akkor na, cserélünk védők, álljunk vissza, és akkor húzzuk ki, hanem akkor még többet. Persze, nyilván egy jó hangulat, de azért hamar visszaránt a földre a Gyuri ilyenkor, és tényleg nekünk is azt mondta, hogy igazából itt a következő gól lesz a kulcs. Hogyha mi rúgjuk a negyediket, akkor tényleg talán mondhatni, hogy eldől a meccs, viszont ha esetleg betalálnak és 3-1, akkor már megint egy teljesen új meccs. Láttuk már olyat a világban, hogy akár 3-0-ról is történhetnek gondok, úgyhogy tényleg igazából már másik félre koncentráltunk ott egyből. És hát akkor a 65. perc elérkezett, amikor jött egy Mezei szöglet, amit Vécsei csúsztatott meg, vagy fejjel tovább, igen. Te pedig egy bevetődő fejes mozdulattal ott elrendezted. Igen, igen, igen. Sajnáltam, mert előtte volt egy óriási helyzetem, az kimaradt, és idén még nem sikerült betalálnom a bajnokságba. Úgyhogy ott kicsit még bosszankodtam is magam, de hál' Istennek volt még egy lehetőségem. Tényleg éreztem, hogy a Vécsei vissza tudja fejelni kapu elé a labdát, de azért annyira meg távol volt a kaputól, hogy kapura nem bírja fejelni, úgyhogy számítottam rá, hogy valami ilyesmi megoldást fog választani, és szerencsére bejött, sikerült kapuba csúsztatnom. És hát utána beállt a Dani is, nem sokra ezután azt hiszem, neki is volt 2 olyan lehetősége, amiből ugye egyszer a Megyeri védett bravúrral, utána a mezőnyjátékos védett bravúrral, de hát az ugye piros lapot ér. És a büntetőnél mi szurkolók is arra számítottunk, hogy a Dani most a 150. gólját lövi az NB1-ben. Ehhez képest ugye a Bence, az 5-es Bence értékesítette a büntetőt. Nektek ez azért úgy mindegy volt a pályán? Én hallottam, megmondom összeidő, hogy a pályán belül is mondták a Daninek, hogy vállalja, de gondolom egy, hát így 4-0-nál azért már mondhatni, hogy eltelt a meccs, egy fontosabb szituációra tartogatja ezt a 150. kerekszámú gólt, úgyhogy reméljük, hogy a hétvégén kijön belőle. Ugye, ha már Danit emlegettük itt előzetesen, amit beszéltünk, arról kérdeztem, hogy te is hogy tervezel, hiszen még azért fiatal vagy, meg jó labdarúgó korban, 31 évesen a Danit említetted, hogy hát nem abba gondolkozott és hogy itt a közel jövőben szögre akasztod a csukát. Megmondom őszintén, erről még nem nagyon gondolkozok, amíg így fizikailag jól érzem magam, és hál' Istennek mostanában nagyon elkerülnek a sérülések is, úgy a meccsek nagy százalékában is tudok játszani sokat is,
megkapom bizalmat is, úgyhogy egyelőre még nincs terítéken. Szerződés is köt még ide Pakshoz, úgyhogy meglátjuk, mit az ő. Egyelőre a jelen próbálom élvezni. És már a sérülést említett, most eszembe jutott, hogy kicsit keretbe foglaljuk ezt a debreceni történetet, mert azt is meg kell említeni, hogy pont ugye a Nagyerdei stadionban harcoltak el csapata bennmaradást az NB1-ben, mikor nagyon billegett a léc, és azon a mérkőzésen te nem játszottál, hiszen akkor volt egy hosszú kihagyásod sérülés után. Igen, igen. Hát az egy teljesen más szituáció, sokkal rosszabb, alapból, hogy nem lettem ott a pályán a többiekkel. Azt otthon szerintem én a tévé előtt követtem azt a mérkőzést, hát az nem volt egy túl jó élmény, de hál' Istennek akkor is megmutatta a csapat, hogy ez egy igazi csapatról beszélünk. Itt Pakson elmentünk Debrecenbe, ott Tehetház előtt, és ott is ki tudtuk harcolni azt, hogy döntetlennel is, de nem tudtak legyőzni minket hazai pályán, és így bennmaradtunk, és azóta is, hál' Istennek. És hát akkor maradjunk itt a vidám a témánál, hiszen ugye most Zsinórban nagyon jó szerepelt a csapat, jött az a győri kisiklás, de Gyuri nagyon jól kezelte azt a történetet, mondta, hogy akkor volt a hosszabb szünet ugye a válogatott meccsek miatt, ami nektek nem biztos, hogy jól jött, és ez be is igazolódott a pályán, de hát utána, ahogy szokták itt mondani, közhelyesen kiegyenesedett a csapat, és azóta ugye Videóton, Ferencváros, most a Debrecen, azért ez így nem semmi, és ráadásul, jól emlékszem, 10 gólt rúgtatok három meccsen. Igen, 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 most jó poszban vagyunk, ezt próbáljuk tényleg ebbe a 12 csapatos emberbe, fontos, hogy ezeket a jó szériákat kitolni, aztán meg amikor lesz hullám, hogy akkor az minél jobban lerövidíteni, most egyelőre tényleg élvezzük, jó szituáció vagyunk, ott is vagyunk a bajnokság elején, vagy a tabella elején, bár nagyon szoros, meg egy 5-6 csapat ellógott a többitől, nyernek folyamatosan mindenki a meccseket, úgyhogy nekünk is folytatni kell, ezt nem szabad leállni. És hát mindjárt ugye a következő körben a Kecskemét érkezik, aki szintén nem mondhatjuk azt, hogy csúcsformában teljesíti az eddigi mérkőzéseket, hiszen ott edzőváltás is volt a közelmúltban, ugye Gera Zoltánt nevezték ki Szabó István helyére, és hát az előző meccs azt mutatta, hogy egyelőre még nem úgy néz ki, hogy talpra állnak. Igen, de a Kecskemét, megmondom ezt, hogy mi nagyon nehéz mérkőzéseket szoktunk játszani, egyáltalán nem becsülném le őket, mindig ilyen döntetlen közeli. Egy gólos mérkőzések, az is egy, szerintem nekik is hasonló az erők, mint nekünk, hogy jó társaság, tudnak küzdeni egymásért. Most az idei bajnokságban igen, egyelőre nehezebb szituációban vannak, de nagyon nehéz mérkőzésre számítunk igazából. Főleg itt hazai pályán mindenképpen szeretnénk nyerni, de meg kell küzdeni érte, az biztos. Igen, ugye mindig nehéz az olyan csapat ellen, aki, ahogy szokták mondani, az életért küzd, hiszen nagyon lecsúszott most a Kecskemét, amíg az a Debrecenre is, de még ide sorolhatjuk a Videótont, amire az ember előzetesen nem biztos, hogy gondolt volna ebbe a bajnokságban. Igen, mindenképp. Hát a debreceni meccsből hál' Istennek jól jöttünk ki, de ahogy mondtad, azért is, mert mi is úgy játszottunk igazából, mint az életünkért küzdenénk. Ez nagyon fontos, úgy gondolom nálunk mindig, hogy fel tudjuk magunkat pörgetni egy jó szintre a mérkőzés előtt. Nagyon messzire utaztatok ezért a három pontért és az 5 gólért, de én úgy tudom elképzelni, a hazaút azért elég vidáman telt. Persze, ilyenkor visszafelé mindig könnyebb, elutaznánk még egyszer, ha így adnák a pontokat mindig, akár messzebbre is. De most hazai mérkőzések ennek, azokon is szeretnénk begyűjteni a saját nézőink előtt is a három pontokat. Ugye jó, mert a Gyuri is mindig elmondja, hogy mondhatjuk talán, hogy magasra tettétek a lécet az elmúlt bajnokságban, hiszen azért a bajnok ezüstérem és a kupa arany az egy fantasztikus siker, de Gyuri ebben is nagyon racionális, hogy ő is mindig elmondja, hogy az 1-6 hely oda bárhol férhet a csapat, de nem kell itt azért olyan elvárásokat támasztani, ami esetleg rátok mondjuk olyan nyomást helyez. Ti is érzitek ezt? Persze, igen, a Gyuri ebben nagyon reális, mi is igazából tényleg látjuk az utóbbi években tényleg mindig ott vagyunk a bajnokság első felében. Ez a cél, aztán, hogy abból mi sül ki, tényleg apróságok döntenek itt, azért hasonlóak a csapatok. Nagyon, tényleg mondtam is, hogy most is az első csapat nagyon egybe van. Sajnos még elég sok van a bajnokságból, a mostani helyezésünk azért az szerintem rendben lenne év végére, de még rengeteg van hátra, úgyhogy meglátjuk, mi fog kisülni belőle. Igazából minden meccsre készülünk, és meccsre meccsre próbálunk eredményeket elérni, és ez majd a végén kiadhat talán egy szép dolgot megint. És már szép dolgokról beszélünk, akkor említsük meg, hogy a kupába is áll a csapat. Most ugye majd a 30 között játszotok legközelebb, tehát még ott is lehet bizakodni, hogy akár mi lehet a vége. Igen, igen, ez egy hasonló összecsapás lesz, mint tavaly pont a Honvéddal. Talán pont ugyanebben a fordulóban játszottuk, pont ugyanígy csütörtökön, ha jól emlékszem. És ez egy szoros meccs volt, ugye? Jól és emlékszem. Igen, azt akartam kihozni belőle, igen, hogy ott hosszabbítás volt, úgyhogy az se lesz könnyű mérkőzés, bármilyen állapotban van a Honvéd is, azért egy tradicionális klub idegenben, biztos küzdeni fognak, úgyhogy szeretnénk a másik fronton is hasonlóan teljesíteni, igen.
És volt még egy nagy élmény azért most a csapat házatáján, hiszen a Nemzetközi Kupában is, hogyha most mérleget kell vonni, nagyon szépen szerepeltetek. Ugye jött az első mérkőzésen az a kudarccal, megijedtetek ti is, a szurkolók, meg még inkább szerintem, igen, de igen. Utána viszont azt lehet mondani, parádés volt a csapat szereplése, és nem sokan múlott a bravúr. Sajnos, hát szerintem játékosabban bennünk még azért az utolsó meccs is benne van az első mellett. Talán az első már annyira nem is, mert ott után tényleg tudtunk javítani. Sajnos itt az utolsó után már nem tudtunk javítani a Nemzetközi Kupába. Úgy gondolom, hogy ez egy hasonló csapat volt, mint mi, de volt egy negyed órás rövid zárlatunk ott itt a hazai mérkőzésen. Ez még talán annyira nem pozitív, de idővel biztos az lesz, mert tényleg egy nagy élmény volt azért itt Paksiként ezt a kupa kalandot megélni. Utaztunk is jó sokat, úgyhogy igazából jó volt, csak ez az utolsó meccs még egy kicsit bántó. Igen, hát abban nem menjünk bele, hogy most mi lett volna, ha úgy történik, hogy akár csoportkörbe kerül a csapat, ki tudja, hogy ez mi hatással lett volna mondjuk az idei bajnoki szezonra, mert ahogy szokták mondani, a kis pad hosszúságától is függ az, hogy szerepel mondjuk egy adott társaság. Ezt most így utólag már természetesen nem tudjuk megállapítani. Igen. Mindenképp nagy élmény lett volna, de persze a bajnokság az nehezebbet volna. Még a Fradin is látjuk azért, hogy ilyenkor, amikor még állnak a csoportkörbe, még nekik is nehezebb, pedig ők azért más anyagi lehetőségekkel dolgoznak, úgyhogy nehéz lett volna, de azért egy hatalmas élmény úgy gondolom, mint a városnak, mind nekünk játékosoknak is. És már Fradit említetted, az is egy hatalmas élmény, nem, hogy egymás után most azért már háromszor sikerült legyőzni őket. Igen, hál' Istennek. Nem tudom, hogy minek köszönhető, de mostanában sikerül jól szerepelni ellenük, de meglátjuk, hogy majd a továbbiakban, úgy gondolom, most már azért őket, nekik is talán szúrja ez a szemét egy kicsit. De ezzel nem foglalkozunk, reméljük, hogy legközelebb is sikerül ellenük jó eredményt elérni. Most kicsit menjünk vissza az időben. Ugye említettük, hogy 10. szezonodat kezdted meg itt Pakson, de mivel szentendrei vagy a negyeddel együtt, ugye, hogyha jól emlékszem, akkor gondolom a kis Pap Kristóf az valahol a környéken kezdett el futballozni. Igen. Hát olyan rendesen edzésszerűen Vácon. Ott átkerültem viszonylag hamar egy barátomnak köszönhetően. Emlékszem, majdnem minden nap kompal jártunk át, édesapám nagyon sokat segített, de nagyon szép időszak volt, remek edzőnk volt, egész végig utánpótlásban, nagyon jó társak, tényleg ez egy kiugró korosztály volt ott Vácon, ez a 93-as. Sokan mai napig is futballoznak NB1, NB2-es szinten. Úgyhogy nagyon jó élményeim voltak, nagyon szép gyerekkorom. A focival is, de persze amellett is. És hát utána jött a Gyirmóti kaland, ugye ott az NB2-ben, ott is jól szerepelt a csapat, csak nem az volt az, az időszak, amikor följutott. Igen, a Váci év. Hát szomorúan ért véget, mert ott megszűnt a csapat, de így szabadon igazolhatóként távoztam Gyirmótra. A Sisa Tibor tanár úr edzősködése alatt kétszer lettünk harmadikok, ott nem jött össze a feljutás, de így utólag azt mondom, hogy talán sos akarta így, hogy ide Paksra kerüljek, mert azért ez egy stabilabb csapat, azt mindenképpen elmondhatom meg. Utána sikerült Gyirmótnak is elérniük ezt a nagy célt, hogy feljussanak NB1-be, de azért húzamosabb ideig nekik nem sikerült fennmaradni. És így el tudtam jönni egy ilyen remek helyre, ahol azóta is élünk most már a családommal. És hát mondod, hogy itt éltek kis gyermekkel, jól érzitek magatokat Pakson, az látszik is azért. Igen, nagyon jól érezzük magunkat tényleg itt. Azt hiszem minden adott egy sportolónak ahhoz, hogy nyugodtan kikapcsolódjon a futball mellett. A feleségem is jól érzi magát. Hál' Istennek azért ez a Szentendre Paks távolság is azért átidalható, tudnak jönni a nagyszülők is, mérkőzésekre járnak is szeretettel, úgyhogy itt minden klappol úgy gondolom ilyen szempontban. És ha visszatérünk egy kicsit a pályára, ugye voltak itt azért játékos mozgások, ha nem is olyan nagy szabású, mint mondjuk más csapatoknál megszokhattuk, és ez jellemző is a Paksra, hogy itt azért nincs az a nagy népvándorlás szerencsére, talán mondhatjuk ezt. De azért egy szappanos eligazolása úgy kicsit hirtelen jött, az ember megijedt egy pillanat, hiszen az egy kapusposzt az mégiscsak nagyon fontos. Nem volt azzal utána probléma, de azért azt hiszem nem baj, hogy igazoltatok még egy kapust, ráadásul a Kovácsik Ádám személyében mondhatjuk, hogy egy rutinos és egy jó kapus érkezett. Persze, igen, ahogy mondod, szerintem a Zsolt ezt nagyon remekül szokta kezelni ezeket az átigazolásokat. Mindig megtalálja azt az embert, aki tudja pótolni az előzőt. Úgy gondolom én is, hogy a Simi is egy remek kapus, fiatal, úgyhogy elfér mellé azért a rutin. Így nagyon jól kiegészítik magukat a kapusok is. Mondom, ez meg a Zsolt munkáját dicsérő, hogy tudja pótolni mindig a távozókat. Azért tényleg minden évben azt a kulcsembereink azért felfigyelnek rá nagyobb klubok. És ez is nagyon jól kezeli, hogy nem gördíteli akadályt, hogy a játékosnak is jó legyen.
és valahogy mégis mindig megtalálja azokat az embereket, akivel pótolni tudja. Ahogy mondtad, szerintem is az Ádi egy remek kapus, hamar be is illeszkedett itt Pakson, úgyhogy reméljük, hogy jól folytatja. És ha már az újakról beszélünk, hogy ott van a Vécsei Bálint, azt hiszem, hogy ő is elég jól bejátszotta magát a csapatba, Ötvös Bencéről nem is beszélve szintén, és hát akkor most a Tóth Barnán először egy kicsit úgy tűnt kívülről, hogy döcög a szekér, de most azóta kezd rácáfolni erre a véleményre, hiszen most már nem az első gólját szerezte, ráadásul volt asszisztja is itt a bajnokin, talán ő is most már kezd úgy fölvenni a ritmust. Igen, igen, neki is biztos kellett azért egy egész alapozás, amikor ideigazoltuk, akkor elég hánytatott volt ott a Kecskeméttel a sorsa. Most, hogy végbírta csinálni nyelet, szerintem is egyre jobb formában van, és tényleg meccseket tud eldönteni. Vécsei Bálint megszerzése szerintem azért egy nagyon nagy fegyvertény volt, azért egy válogatott játékosról beszélünk. A Csöpit pedig ismertük ellenfélként, tudtuk, hogy mire számíthatunk, bár nem ez a posztja talán, ez a belső védő, de úgy gondolom, hogy szerintem az ember egyik legjobb belső védőjévé vált. Nem tudom, hogy ezt mennyire szereti, hogy ott játszik hátul, de szerintem a teljesítménye az remek, kiváló. Tényleg még egyszer mondom, ez a Zsoltnak azért érdeme szerintem, hogy ilyen nagyon jó szemmel nyúl bele a mozdítható játékosokba, akit ide lehet hozni. És hát még a Vargáról nem is beszéltünk, hogy a Roland is majd reméljük, igen, hogy igen, igen, igen. Sikerül bejátszani magát a csapatba hosszabb időre is, vagy hosszabb távra, de hát neki még gondolom, hogy kicsit vannak hiányosságai, akár edzés munkában, vagy taktikában, nem tudom, ezt jobban látjátok. És ami még nagyon örvendetes, hogy a fiatalok is egyre több szerephez jutnak, főleg amikor ilyen jól szerepeltek és ennyi gólt rúgtok, akkor azért nekik is jobban megnyílik a kapu. Igen, igen, a Gyuri is azért szerintem azért elég jól tud a fiatalokhoz nyúlni, meg úgy gondolom, hogy az NB3-as csapatban is kiváló munka folyik, jól felkészíti őket akár az NB1-re is. Láthattuk a Györfi példájából is, hogy a videó talán szerintem Mezőny eddig legjobbja volt élete első NB1-es meccsén, úgyhogy szerintem is bátran lehet hozzájuk nyúlni, igazából nem nagyon, nem fognak rossz teljesítményt nyújtani. Tudják ugyanazt hozni majdnem, mint a stabil, rutinos játékosok, sőt van, amikor az kell, hogy az ő lendületük, fiatalos frissességük lendítse át a csapatot egy-egy nehéz szituáció. Ha kicsit a pályától eltávolodunk, nekem tetszett, én olvastam azt a cikket, ami múlt héten rólad szólt a Nemzeti Sportban, vagy hát veled készítették az interjút, és ott úgy meglepődtem egy picit, mert játékos után nem annyira jellemző, hogy a civil pályán, tehát az otthoni elfoglaltságban állod a család mellett természetesen, vagy mögött ez a robotika jut főszerephez. Igen, megmondom őszintén, ez egy régebbi dolog egyébként, még pont az újság is mondta, hogy 5 éve készült az a cikk, hogy akkor mi volt éppen a kedvenc könyvem. Most család mellett azért ilyen olvasmányokra már kicsit kevesebb idő jut, de igen, igen, az mindenképpen egy nagyon fontos könyv volt az életemben, sok dolgot megtanultam belőle, meg szeretem az ilyen érdekességeket, igen, igen, igen. A mindennapi életben is foglalkozol ezzel más oldalról is, vagy csak így mellé olvasol idézőjelben csak természetesen, vagy figyelsz ilyen előadásokat, néztem, hogy a Tesla-nak az előadását követted. Igen, igen, azért így el szoktam olvasni, főleg az interneten a híreket, mert tényleg nagyon nagyon furcsán megjósolta a jövőt, mert ez egy régebbi könyv, 20 éve érte az író, de a mai napig már elég sok minden úgy megvalósult belőle, úgyhogy azóta is követem, érdekelnek ezek a mesterséges intelligencia, és most egy pár év ugye eléggé berobbant a köztudatba is, mondom, valakik már azért ezt előre is látták, úgyhogy érdekel a téma, már mikor mennyi idő jut rá, azért így már a kis lányom mellett azért más egy kicsit a helyzet, de követem, amennyire tudom, igen, igen, igen. De azért nyugtass meg bennünket, még nem robot mosogat otthon, meg nem robot nyírja a füvet. Nálunk még nem. Biztos lesz ilyen is szerintem. Ha más nem, a kislányom életébe biztosan. Akkor zárjuk labdarúgással. Most ugye nagyon jó pozíció van a csapat, ezt már kiveséztük, hogy a bajnokságban a dobogon vagytok, harmadik hely jelen pillanatban. Kupában ugye áll a társaság. Mi az, amire te azt mondanád itt a bajnokság végén, hogy na akkor szuper. Igen, egy dobogós helyezés szerintem az mindenképpen óriási dolog lenne itt újra, de ahogy mondtam is, még nagyon messze a vége, nem nagyon látjuk. Inkább maximum még, hogyha lehet, akkor ilyen félszezoni célt lehet most meg célozni. Ott nagyon jó lenne ott lenni a dobogó közelébe, tűz közelbe, első 4-5 hely, úgyhogy belátható távolságon belül a dobogó. A kupában meg jó lenne állni, de nehéz mérkőzés lesz ez a Honvéd ellen is. De hogyha ez mind a kettő sikerül, akkor úgy gondolom, hogy egyre jó téli szünetet tölthetnénk el nyugodtan. Hát akkor kívánom, hogy a téli szünet tényleg nyugodt legyen, és
pihenjétek ki magatokat, sérülés kerülje el a csapatot, téged is természetesen, és hát tudjál foglalkozni akkor a robotika kérdéseivel is, illetve hát természetesen a kislányal és a családdal. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ennyi fért a mai lelátóba, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten is várom majd Önöket a képernyők elé, viszontlátásra, jó estét kívánok!